Mária Terézia 1745-ben írta alá, a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt. A redemciós megemlékezés a Kunok hazája fotókiállítás megnyitójával kezdődött Karcagon. Olyan ez a kiállítás, mintha valóban a városban járna az ember, és idősebb emberekkel, régi épületekkel találkozna. Nagyon-nagyon élethű. A Kun Szövetség elnöke szerint a jász és kun hagyományok történelmünk és a mindennapjaink része. Egyetlen nép, egyetlen nemzet nem élhet gyökerek nélkül, és azokat a helyi tradíciókat, ami helyben van a Kárpát-medencében, a magyarságnak, a nagykunságban, kiskunságban és a jászságban, ezeket vinni kell tovább. A 780 éve betelepült kunok jelentős szerepet töltenek be az ország életében. A jászkun kapitány választása fontos hagyomány a térségnek. A kapitányok megjelenítik a közösségi összetartozástudatot, a tradíciót, összefogásban a társadalmi szervetekkel, civil szervetekkel, egyesületekkel. Hozzátéve azt, hogy ma is nagyon erős az önkormányzatok együttműködése, hiszen a jászkun összefogás konzorcium az szinte valamennyi jász és kun vonatkozással bíró önkormányzatot magában foglalja, az érintett megyéket is magában foglalja. Tehát egy olyan keretet ad a együttműködésnek, amely a hagyományőrzést is lehetővé teszi. Az országgyűlés 2014-ben nyilvánította emléknappá május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tevő diploma aláírásának napját.